nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Költségvetési módosítás Pécsen. Több támogatás érkezett a kormánytól. Hová tűnt a pécsi sportbiztos? Erre kíváncsi a polgári oldal képviselője a városi közgyűlésen. Tapasztalatok és a takarékosságot segítő jó gyakorlatok. Energiafórumot tartottak Pécsen. Rászoruló gyerekeknek gyűjtöttek, adventi koncertet szervezett a Pécsi Jótékony Növegylet. Bérek, helyi ellátás, kieső adóbevételek pótlása. Ezek azok a tételek, amiket 3 milliárd forinttal támogatott a kormányzat. A pécsi Fidesz frakció vezetője azt mondta, több pénz érkezett a vártnál, ez is szerepelni fog a keddi városi közgyűlésen, ugyanis módosítani kell a pécsi költségvetést. Azonban ez most jó hír az önkormányzatnak, mert a plusz források miatt kell ezt megtenni. Nagyon nehéz évünk van, háborúval, szankciókkal, áremelkedéssel. Ezért nem mindegy, hogy mennyi pénzből gazdálkodhat a város önkormányzata, mondta pécsi Fidesz frakció vezetője sajtótájékoztatóján. A kormány továbbra is segíti a Baranyai megyeszékhely működését, például erre a városnak juttatott támogatások mértéke. Nagyon fontos, hogy jól osszuk be azokat a forrásokat, amik hát nagyon szűkösek, de elégségesek. Ugye ebben nagyon fontos szerepet játszik a magyar kormány és a magyar állam, amelyik rendre az év során extra többlet támogatást nyújt az önkormányzatnak. Ez összességében egyébként most már 3 milliárd forint. Ez az eredeti támogatásnak az egyharmadával növelt tétel. Tehát, hogy 30%-kal több pénz érkezik a központi költségvetésből Pécsre. Ez nagyon nagy dolog. A többlet támogatás közvetlenül eljut a dolgozókhoz, így segít fel a megélhetésüket, mondta a politikus. Többletpénzből jut 300 millió forint az óvodai és bölcsődei dolgozók bérére, a szociális ágazatban dolgozók bérére, vagy akár a gyermekétkeztetésre is. Összességében egyébként ez 1 milliárd forintot tesz ki. Ezen kívül nagyon fontos, hogy ugye a kormány évelei döntésével a pécsi kisvállalkozóknál maradhatott az iparűzési adójuknak a fele, tehát csak a felét kellett befizetni a pécsi önkormányzatba. Ez azonban kiesés volt a pécsi költségvetésnek, azonban a kormány kompenzált, vagyis átutalta a kieső helyi adóbevételt. Októberben így 1,7 milliárd forint érkezett az államtól. A többletbevételek miatt kedden módosítják a város idei költségvetését. Ezt tárgyalják a képviselők többek között a közgyűlési ülésen, tájékoztatott a frakcióvezető. Bár még csak most indult, de már 44 ezeren kitöltötték az oktatási kérdésekről indított szülői konzultációt, közölte a belügyminisztérium hétfőn az MTI-vel. Hozzátették, eddig 344 ezer szülőnek ment ki értesítés az elektronikus kérdőív kitöltésének lehetőségéről, így a magas válaszadói szám alapján különösen sikeresnek mondható az indulás. Közölték, a szülők több nap alatt folyamatosan kapják az értesítéseket, előbb a tankerületi iskolákban, majd az egyházi és magánintézményekben, és várhatóan a hét közepéig minden szülő megkapja az értesítést a Kréta rendszerben. A tárca minden magyar diák szüleit megkérdezi többek között a leckeírásra fordított időről, az iskolai értékelésről, magánórákról, az osztályon belüli magatartási problémákról, az iskolai művészeti és sportolási lehetőségekről, tanórán kívüli programokról. A válaszadás önkéntes és anonim. Miért nem számol be a tevékenységéről a sportért felelős polgármesteri biztos a bizottságok előtt? Milyen tevékenységet végez havi 1,1 millióért? Többek között erre kíváncsi a polgári oldal képviselője a keddi közgyűlésen. Berényi Zoltán kérdezi majd a biztos munkájáról a baloldali városvezetést. Hová tűnt a pécsi sportért felelős polgármesteri biztosként tevékenykedő Török Ottó? Ezt a kérdést is fel akarja tenni a pécsi közgyűlés keddi ülésén az ÖPK-DNP képviselője. Berényi Zoltán azt mondta, hogy hiába várták a kommunális bizottságra, nem jelent meg a biztos. De a sportbizottság sem tudta meghallgatni, hogy milyen tevékenységet folytatott az elmúlt hónapokban. A Momentum kérése volt még annó, hogy közgyűlés előtt számoljon be Török Ottó negyedévente. Ezt most már ők nem tartják fontosnak, amióta újból visszaültek, vagyis nem ültek vissza, de nem jelent meg a bizottságülésen, illetve a Népjóléti Sportbizottságülését már össze se tudták hívni, tekintettel arra, hogy a városvezető 4 főből csak egy jelent meg. Ma van újból egy rendkívüli Népjóléti Sportbizottságülés, hát nem tudom, hogy így harmadszorra talán havi 1,1 milliós díjazásért lejön-e
Pécsre, Török Otto. A képviselő azt mondja, korábban írásban egy háromoldalas jelentésben írja le, milyen feladatokat végzett. Azonban ebben olyasmi szerepel, ami nem hozzáköthető. Az Abay Nemes Oszkár sportszodának a 33 millió kormányzati támogatását is magának vindikálja, holott az az olimpikonok és a sport tehetségek úszását biztosítandó kifejezetten ebből a címkézett pénzből a kormányzati támogatás. Ehhez képviselőtársam, aki a PSN nél avatottabb Hári József, ma volt frakcióülésünk, elmondása szerint semmi köze nincs a biztos úrnak. December 6-án tartják az ez évi utolsó rendes közgyűlést a Pécsi Városházán. Itt a biztosról és más ügyekről is kérdezi majd a baloldali városvezetést Berényi Zoltán. Közlekedésbiztonsági baleset megelőzési céllal állította össze közleményét a Tükebusz ZRT, amelyben arra hívják fel a figyelmet, hogy advent idején is figyeljünk egymásra a közösségi közlekedésben. Advent idején nagyobb gyalogos és járműforgalommal találkozunk a városban, így több türelemre és elővigyázatosságra van szükség a közösségi közlekedésben is, olvasható a közleményben. A Tükebusz ZRT arra kéri utasait és minden közlekedőt, hogy legyenek partnerei, különösen az elkövetkező hetekben a közlekedési szabályok betartásával és néhány egyszerű, praktikus tanács megfogadásával a baleset veszélyes helyzetek megelőzésében. Az autóbuszról való leszállást követően ne haladjunk át az álló autóbusz előtt vagy mögött az úttesten, mert a jármű takarásából az úttesten átmenni rendkívül balesetveszélyes. A korán sötétedő, szürke, ködös napokban a látási viszonyok is korlátozottabbak, így fokozottan figyeljünk arra, hogy amennyiben az úton ez biztosított, a kijelölt gyalogátkelő helyeken menjünk át az úttesten. A baranyai települések többsége az áram és a gáz árának növekedésében látja a legnagyobb kockázatot. Ez is kiderült abból a felmérésből, amit a megyei önkormányzat végzett az elmúlt időszakban. A tapasztalatokról és a takarékosságot segítő jó gyakorlatokról számoltak be egy fórum keretében Pécsett. Pécsen tartottak energiafórumot az önkormányzati vezetőknek a Baranya megyei önkormányzat dísztermében. A polgármestereket energetikai tanácsadással és takarékosságot segítő jó gyakorlatok megosztásával szeretnénk segíteni a mostani nehéz időkben, mondta az elnök köszöntőjében. Őri László hangsúlyozta, hogy a februárban kirobbant orosz-ukrán háború miatt számos szankciót vezetett be az Európai Unió. Hozzátette, bár az ígéretek szerint ezek a szabályozások nem érinthették volna az energiaárakat, ez mégis megtörtént. Jól láthatjuk, hogy eltelt fél év, Oroszország tulajdonképpen nem roppant meg azt az energiahordozót, amelyet nem vett meg Európa, eladta Kína, India, illetve a keleti világ számára. Azonban a szankciók az energiaárakat az egekbe emelték, amelytől jól láthatóan szenved egész Európa, benne mi is. Nem véletlen, hogy arról beszélünk, hogy nem önmagában a háború, hanem a háborúra adott és a korábbi ígéretekkel szemben az energiára is kiterjesztett szankciós politika nyáron lökte az egekbe az árakat. A megyei önkormányzat energiapont vezetője előadásában elmondta, hogy Baranya településeinek többsége az áram és a gáz árának növekedésében látja a legnagyobb kockázatot. A felmérésnek köszönhetően az is kiderült, hogy a városok és falvak 90%-a nem, vagy csak részben tudja követni a kormány azon rendeleteit, melyek az energiatakarékosságra ösztönzés jegyében jelentek meg. Az önkormányzatok 87%-a pedig számít valamilyen kompenzációra a kormánytól. A magyarok 53%-a idén kevesebbet költ majd ajándékokra karácsony előtt, mint szeretne, derül ki a MediaMarkt megbízásából készült reprezentatív felmérésből, amelynek eredményeit hétfőn juttatták el az MTI-hez. A felmérés szerint a megkérdezettek csaknem 80%-a vesz ajándékot idén, és az áremelkedés miatt a harmaduk még többet is költhet, mint tavaly. A válaszadók 67%-a ugyanakkor 30 ezer forintnál kevesebbet fog kiadni az ünnepi időszakban. A válaszadók 12%-a mondta azt, hogy csak a gyerekeknek fog ajándékot vásárolni, 9%-uk pedig biztos abban, hogy nem kerül meglepetés a fa alá, további 15% viszont még nem döntötte ezt el. 4,7 millióan dolgoznak idehaza, ami különösen magas aránya a lakosság számhoz mérten, még uniós összevetésben is, hangzott el a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének budapesti díjátadó gáláján. A több mint három évtizede alapított VOSZ-nál pedig azon dolgoznak, hogy ez a szám még magasabb legyen.
Baranya megyéből idén Kovács Gábor, a Pannonia Inferior Kft. Tulajdonosa vehette át a 2022-es év vállalkozója díjat a VOSZ hagyományos ünnepségén Budapesten. Én úgy gondolom, ezek az alkalmak mindenképp fontosak, hisz kitüntetjük nem csak a saját területükön és a saját maguk boldogulásáért, hanem a munkavállalók érdekeit is képviselve teszik a dolgokat. Eppel János, a szervezet elnöke köszöntőjében arról beszélt, hogy az elmúlt 15 évben soha nem volt ennyire nehéz kitekintést, iránymutatást adni a jövőre nézve. Ennek ellenére a 35 éve alapított érdekképviseleti szövetség taglétszáma folyamatosan bővül. Most arra 27 ezer vállalkozót segítenek, a cél pedig, hogy ez a szám 2026-ra elérje a 35 ezret. Emellett a Széchenyi Kártya programot is a VOSZ irányítja, ami az elmúlt két évtizedben 600 ezer ügyfélnek 4 ezer milliárd forint értékben nyújtott támogatást. Múlt évben is egy sikerévet könyvelhettünk el kedvezményes feltételekkel, garanciával és alacsonyabb kamattal, állami támogatással tudnak a vállalkozások hozzájutni. Tehát az új, amiről én beszéltem, az pedig vállalkozásfejlesztés, azt a tudást, tapasztalatot, ami felhalmozódott a VOSZ munkatársaiban, vezető testületeiben, és azt a forrást, amit a Széchenyi kártyával szereztünk, anyagi forrásra gondolok, ezeket egy vállalkozásfejlesztési rendszerben. Bizalom nélkül nincs üzlet, bizalom nélkül nem működnek a vállalkozások sem. Varga Mihály pénzügyminiszter mások mellett arról beszélt, hogy Magyarországon a Covid-járvány és a szomszédban dúló háború ellenére is 4,7 millió embernek van munkája. A munkanélküliségi ráta a legjobb öt között van az Európai Unióban. Most pedig a munkahelyek megtartására kell koncentrálnunk. Ebben a kormányzat együttműködik a VOSZ-szal, a kamarával és a Széchenyi Kártya programot koordináló KAVOSZ-szal is, emelte ki. A másik, hogy van egy versenyképes adórendszerünk, ez segíti a vállalkozásokat is, mind a munka, mind a jövedelem alacsony adóztatásával. A harmadik terület egy jó befektetési környezet, ahol érdemes újra hasznosítani a tőkét és befektetni. Nem csak a hazaiak, hanem a külföldiek is nagy arányban választják Magyarországot olyan lokációnak, ahol beruháznak, befektetnek. És talán a negyediknek oda tehetem azt is, hogy van egy politikai stabilitás az országban. Az elmúlt években, évtizedekben minden kormány kitöltötte a saját maga ciklusát, és úgy navigálta, úgy irányította az országot, hogy az lehetőség szerint befektető és vállalkozásbarát is legyen. A VOSZ rendezvényén idén a Magyar Gazdaságért díjat négyen vehették át Varga Mihálytól és Eppel Jánostól. Hárman részesültek a kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért díjban. Az év vállalkozója díjat 22-en vehették át, köztük két határon túli cégvezető. Idén is megrendezte hagyományos adventi koncertjét a Pécsi Jótékony Nőegylet. Az egyesület meghívására a Margaret Island lépett színpadra a Kodály Központban. A koncert ideje alatt is a Nekem Nincs Ebédem elnevezésű gyermekétkeztetési programra gyűjtöttek adományokat. Az egyesület egyébként idén ünnepli alapításának 25. évfordulóját. A Margaret Island adott koncertet a Pécsi Kodály Központban. A népszerű zenekar különleges alkalomban lépett színpadra a Baranyai megyeszékhelyen. A Pécsi Jótékony Nőegylet ugyanis idén is megszervezte adventi koncertjét, ezért keresték fel az együttest. Lámbas Viki azt mondja, örömmel támogatnak ilyen kezdeményezéseket. Nagyon-nagyon kevés dologra mondunk igen, hiszen ilyenkor mindenki megbolondul, hogy akkor mindenki jótékonykodik hirtelen karácsony környékén. Mi egész évben azért olyan szervezetek mögé állunk, akiknek a munkáját fontosnak tartjuk. Úgyhogy megérintett minket, és fontosnak tartjuk ezt az ügyet, úgyhogy ma itt vagyunk. A Pécsi Jótékony Nőegylet az elmúlt időszakban nagy változásokon ment keresztül. Több fiatal tag lépett be az egylet kötelékébe, ezért is gondolták, hogy ezt a generációt szólítják meg. Ez egy mérföldkő a Pécsi Jótékony Nőegylet életében. Nagyon sokféle stílust felvonultattunk már az éves adventi adománygyűjtő gála estünkön, és ez a könnyű zenei koncert egy új stílust képvisel, és bízunk benne, hogy a fiatalabb generációkat is meg tudjuk ezzel szólítani. A Nőegylet emellett idén ünnepli alakulásának 25. évfordulóját. Ebben a negyed évszázadban a legelesettebb pécsi családokon, gyermekeken segítettek. A mostani adventi koncert ideje alatt is a Nekem Nincs Ebédem elnevezésű gyermekétkeztetési programra gyűjtöttek adományokat. A régió híreivel folytatjuk.
Új helyszínen vehetik át idén karácsonyi ajándékcsomagjaikat a 62 éven felüliek Szekszárdon. A polgármesteri hivatal munkatársai a piac tér emeletén várják a szépkorúakat. A kiadást jövő héten, december 8-án kezdik és 16-áig tart majd. A szervezők azt kérik, hogy mindenki azon a napon érkezzen, amikor a nevének kezdőbetűjéhez igazítva várják. Valamint az is fontos, hogy az érintetteknél legyen személyi okmány vagy meghatalmazás. Ezt be tudja tenni abba, és akkor ezt meg tudja vinni. 4500-an regisztráltak idén karácsonyi ajándékcsomagért Szekszárdon. Ők december 8 és 16-a között vehetik át azokat. Ezúttal viszont új helyszínen, a piactér emeletén az egykori kínai üzletben. Fontos az, hogy a csomag átvételhez mindenki hozza magával a személyigazolványát, lakcímkártyát, vagy pontos meghatalmazást. Ez nem a bizalmatlanságnak a jele, hanem gyakorlatilag mindenkit pontosan és megbízhatóan szeretnénk kiszolgálni. A csomagok osztása hétfőtől csütörtökig 8-tól 16 óráig, és pénteken 8-tól 14 óráig történik itt a helyszínen. Az ajándékokat az igénylők vezetékneve alapján ABC sorrendben adják át. Mutatjuk, milyen beosztással várják a 62 év felettieket. December 8-án csütörtökön az A betűtől a CZ-ig kezdődő nevűek érkezhetnek reggel 8 és délután 4 óra között. Másnap, december 9-én pénteken azok vehetik át a csomagot, akiknek a vezetékneve D-vel, F-vel vagy G-vel kezdődik. Ők délután 2 óráig érkezhetnek majd reggel 8 órától. Hétvégén nem osztanak csomagokat, hétfőn viszont ismét kezdődik az átadás. Ez azt jelenti, hogy december 12-én a hét első munkanapján délután 4 óráig azokat várják, akiknek a vezetékneve G-vel, H-val vagy K-val kezdődik. 13-án kedden a K és az M betűs vezetéknevűek vehetik át az ajándékokat, akkor is, mint minden más alkalommal összesen 4 pultnál. 14-én szerdán még mindig az M betűvel kezdődő vezetéknevűeket várják, valamint azokat, akik N-nel és P kezdéssel írnak alá. 15-én az R, az S és az S kezdetű nevűek vehetik át a csomagot a piactér emeletén kialakított helyiségben. 16-án pénteken, az utolsó napon azokat várják, akik T-vel, V-vel vagy Z-vel kezdik a nevüket írni. A Városházán idén is úgy állították össze a csomagokat, hogy azokban élelmiszer és ajándéknak adható finomság is legyen. A csomag súlya 4-5 kg közötti mennyiség, a tartalma gyors rizs, megybefőtt, szilvabefőtt, tészta 1 kg, sága tea 3-1 kávé, háztartási keksz és terefere keksz. Szekszárdon évek óta hagyomány egyébként, hogy az adventi időszakban az időseket ajándékkal lepi meg a város. Az erre fordított összeget idén az önkormányzata korábbi kétszeresére emelte. 1300 adag babgulyást osztanak szét Bátaszéken a rászorulóknak és az arra járóknak december 24-én délelőtt. Az Együnk Együtt Egyformát nevet viselő kezdeményezést 2018-ban indította el egy helyi vállalkozó jótékonysági célból, mára azonban egy jó hangulatú közös karácsonyvárással nőtte ki magát. 5. éve szervezik meg az Együnk Együtt Egyformát elnevezésű programot Bátaszéken. Az eleinte jótékonysági céllal indult kezdeményezés annyira kinőtte magát, hogy már 1300 főre főzik a hagyományos babgulyást. Most már az utolsó években azt láttam, az utolsó két éve főleg, akik itt járókelők jönnek, azokat is megszólítjuk. Pont annak a fényében, hogy együnk együtt egyformát. Tehát alakuljon át egy olyanná, hogy ez nem egy ilyen segély, hanem legyen egy olyan nap, amikor 24-én mondjuk az emberek, bátaszéki emberek tényleg együnk együtt. Az 1300 adag ételhez 18 láda füstölt húst, 50 kg babot és 30 kg csipetkét használnak fel. A zöldségről és a többi hozzávalóról nem is beszélve. A segítő csapat létszáma is évről évre nőtt, több gyermek is részt vesz a jótékonysági megmozduláson. Látni azokon a gyerekeken, hogy mindegy, hogy fúj a szél, hordja a havat, vagy éppen milyen idő van, hogy olyan örömmel teszik, hogy érezni rajtuk, hogy megérezték, hogy jobb adni, mint kapni. Na most én úgy gondolom, hogy a felnőtteknél is ez utolérhető, és ezért én úgy gondolom, hogy ez érdemes megtenni. A bátaszéki rászoruló családokkal a gondozási központ segítségével vették fel a kapcsolatot, és az évek során azt tapasztalták, hogy többen nem tudnak vagy szégyelnek kimenni az ételosztásra, így többükhöz autóval szállítják ki a babgulyást. Aki szeretne együtt enni egyformát, az igyekezzen Szenteste napján, mert hamar elfogy a közel 850 liter babgulyás.
Kedélyjavító gyógyszerekért rabolta ki egy idős látássérült asszonyt Sárszentlőrincen. A gyógyszereit akarta megszerezni a két nő, végül miután bántalmazták, mindent elvittek, amit a házában találtak. A támadókat most ítélte el a bíróság. Mosószeres flakonok, karóra és kozmetikumok. Mindent vitt a két rablónő, amit az áldozat házában találtak. Eredetileg azért mentek oda, mert a súlyosan sérült, idős látássérült nőnek felírt kedélyjavítókat akarták megszerezni. Csak hogy az asszony nem adta oda azokat. Ekkor kezdtek el dulakodni. A sértettet fellökték, majd egyikőjük a földön rúgdalta a maga tehetetlen nőt. Végül feljelentés lett az ügyből, abból pedig bírósági tárgyalások. Most született ítélet. A Paksi járásbíróság két vádlottat mondott ki bűnösnek, mindkettőjüket társtettesként elkövetett rablás büntettében, ezért az elsőrendű vádlottat 5 év 3 hónap fegyházbüntetésre, a másodrendű vádlottat pedig 5 év fegyházbüntetésre ítélte. Nem volt jó ötlet az idős látássérült asszonyt kirabolni. Az áldozat állapotát ugyanis súlyosbító tényezőként értékelte a bíró. A bíróság a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy minősített rablásban mondta ki őket bűnösnek, ketten követték el a cselekményt, és idős sértett sérelmére, aki egyébként védekezésre képtelen állapotban is volt. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a vádlottak fellebbeztek. Híradónk végén Baranyai témáink még egyszer röviden. Költségvetési módosítás Pécsen, több támogatás érkezett a kormánytól. Hová tűnt a pécsi sportbiztos? Erre kíváncsi a polgári oldal képviselője a városi közgyűlésen. Tapasztalatok és a takarékosságot segítő jó gyakorlatok. Energiafórumot tartottak Pécsen. Rászoruló gyerekeknek gyűjtöttek, adventi koncertet szervezett a Pécsi Jótékony Növegylet. Kedden kezdetben többfelé esett az eső, a magasabb hegycsúcsainkon havas eső, havazás is kialakulhat átmenetileg, majd délután már csak a keleti észak-keleti tájakon számíthatunk esőre, miközben nyugat felől többfelé felszakadozhat a felhőzet és süthet ki a nap. Több tájegységünkön élénk lehet a légmozgás, a legmagasabb hőmérséklet 8 és 10 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!